második fejezet. Ebben szó lesz a bérlő lányáról. Szerzőt elviszik az országos vásárra, onnan a fővárosba. És választ kapunk arra, mik történtek útközben. Gazdámnak volt egy 9 éves kislánya, aki igen ügyesen bánta varrótűvel és pompás babaruhákat tudott csinálni. Ez a kislány megegyezett anyjával, hogy ezentúl a baba bölcsőben fogok aludni. Ezt a bölcsőt betették egy szekrényfiókba, a fiók elé szabadon lógó deszkát tettek, hogy a patkányok ne férhessenek hozzám. Ebbe az ágyba aludtam egész ott tartózkodásom idején. Helyzetem lassanként tűrhetőbbé lett abban a fiókban, ahogy megtanultam nyelvükön beszélni, és kifejezhettem szükségleteimet. Ez a kislány olyan ügyes volt, hogy néhányszor végignézvén vetkőzésem és öltözködésem, ő maga is fel tudott öltöztetni, bár én sohasem kértem tőle, ha magam is megtehettem. Vart nekem 7 inget, fehér neműimet saját kezűleg gyakran kimosta. Ő volt egyúttal a tanítónőm is. Tőle tanultam meg a nyelvükön beszélni. Ez úgy történt, hogy rámutattam valami tárgyra, mire ő megmondta annak a nevét. Néhány nap múlva már magam kérhettem, ha szükségem volt valamire. Nagyon derék kislány volt, és alig 40 láb magas, korához képest igen kicsike. A kislány Gildrignek nevezett el engem. Ezt a nevet felkapta a család, és később az egész ország. Ez a szó latinul körülbelül nonunculust, olaszul homuncellistót jelent, én törpének fordítanám. Ennek a kislánynak köszönhetem, hogy abban a kietlen országban nem pusztultam el. Míg ott voltam, nem váltunk el egymástól. Én őt az én kis Grundalcsitemnek, vagyis Dajkámnak neveztem. Nagy hálátlanság volna részemről, ha nem említeném fel irántam táplált szeretetét és jóságát. Szívemből kívánom, bár lett volna módomban meghálálni jó téteményeit, ahogy megérdemelte. De ehelyett attól félek inkább szerencsétlen, bár ártatlan okozója voltam későbbi balsorsának. Lassanként elterjedt a hír, hogy gazdám milyen furcsa állatot talált a mezőn. Akkora csak, mint egy splaknuk, de különben ember formája van. Emberi mozdulatai, beszél is, már sok szót megtanult az ország nyelvén. 2 lábon jár, szelíd és kedves. Jön, ha hívják, szót fogad, finom kis tagjai vannak, és az arcbőre lágyabb és finomabb, mint egy 3 éves gróf kisasszonyé. Egy másik bérlő, gazdám szomszédja és jó barátja, eljött, hogy meggyőződjék, mi igaz a meséből. Mindjárt megmutattak, feltettek az asztalra, ahol járkáltam, ahogy parancsolták, kardot húztam, bókoltam a vendég előtt, saját nyelvén megkérdeztem, hogy van, üdvözöltem őt, ahogy kis Dajkámtól tanultam. Vendégünk öreg, rövidlátó ember volt, szemüveget vett föl, hogy jobban lásson. Ezen hangosan kacagnom kellett, mert olyan volt a szeme, mintha a teli hold világítana üvegablakon keresztül. Gazdám családja rájött derültségem okára, és hangosan velem nevettek, amin az öreg fickó elég bolondul méregbe jött. Ez az ember nagy zsugori volt. Szerencsétlenségemre azt a gonosz tanácsot adta a gazdámnak, hogy mint látványosságot mutogasson az országos vásáron, a szomszéd városba, 1/2 órányira, ami 22 mérföldet jelentett. Mindjárt gondoltam, hogy valami baj van, látván gazdámat és barátját hosszan sugdolózni. Közben ugyanis gyakran rámutatott, úgy rémlett néhány szót is megértettem. Másnap Glumdalicht, az én kis Dajkám elmondta nekem, miről van szó. Ravaszul kikérdezte anyját, úgy tudta meg. A szegény kislány mellére szorított, és nagy bánatába sírva fakadt. Félt, hogy a durva és otromba népek még valami kárt tesznek bennem, agyon szorítanak, vagy eltörik a lábamat. Azt is észrevette nyilván, hogy természetemtől fogva mi szerény vagyok, hogy vigyázok becsületemre, s mi így méltatlanságot éreznék a gondolatban, hogy nyilvánosan pénzért mutogassanak a csőcseléknek. Papa és mama úgymond azt ígérte, hogy Gildrig az övé lesz, de most már úgy látja, épp úgy lesz, mint tavaly, mikor egy kis báránykát adtak neki. Azt mondták az övé, és aztán mihelyt a bárányka meghízott, eladták a mészárosnak. A magam részéről, hogy őszinte legyek, nem féltem annyira, mint kis Dajkát. Erősen éltetett a remény, hogy majd csak visszanyerem szabadságomat, ami pedig ezt a méltatlanságot illeti, hogy mutogatnak, mint holmi szörnyszülöttet, megnyugtattam magam, hogy hiszen idegen vagyok ebben az országban, s hogy ezt a balesetet nem vethetik a szememre, ha visszatérek Angolországba.
Szerény véleményem szerint Nagy-Britannia királya az én helyzetemben ugyanígy járt volna el, mint én. Barátja tanácsát követve gazdám beletette csikatujába és elvitt a szomszédvárosba, ahol országos vásár volt. Kislányát is magával vitte, hátul ült a nyerekkasban. Zárt doboz volt, amibe laktam, kis ajtóval oldalt, hogy ki is bejárhassak, és néhány légnyílás is volt a tetején. Kis dajkám baba ágyából kivette a kis dunyhát, hogy arra feküdhessek. Ami engem illet, az úgy nagyon megviselt, bár fél óráig tartott csak. De vegyük hozzá, hogy a ló egyetlen lépésre kitett 40 lábat. Emellett állandóan emelkedett és süllyedt alattam. Úgy éreztem, mintha hajón volnék, dühöngő orkán közepette. Egy kis kocsmánál gazdám leszállt a lóról. Ott tanácskozott a kocsmárosra. Előkészületeket tett. Bérelt egy grultrúdot, vagyis kikiáltott, jelenteni a városban, hogy csodálatos teremtmény látható a zöld sasba. Akkora csak, mint egy plaknuk, 6 láb magas kis állatkája ennek a vidéknek. Másképp azonban egészen olyan, mint egy ember. Több szót hibátlanul kiejt, és számos szórakoztató és mulatságos tréfát mutat be. A kocsma legnagyobb szobájában 300 láb átmérőben asztalra helyeztek. Kis dajkám az asztal mellett állt alacsony széken, hogy vigyázzon rám és igazgasson. Hogy a tolongás ne támadjon, gazdám úgy intézkedett, hogy egyszerre 30 ember teresszenek csak be. Mikor megtelt a szoba, becsukták az ajtót, és én járkálni kezdtem az asztalon, ahogy kis dajkám parancsolta. Kérdéseket tett fel, vigyázva, hogy csak olyanokat kérdezzen, amire felelni is tudok, és én feleltem is, oly hangosan, ahogy tőlem tellett. Többször a nézők felé fordultam, hajlongtam, üdvözöltem őket, és beszéltem hozzájuk. Szesszel töltött gyűszűből, Glumdalichtől kaptam, ittam az egészségükre. Kirántottam szabjámat, és vagdalkoztam vele, mint a vívók. Kis dajkám szalmaszálát nyújtott át nekem, amit lándzsának használtam, és szabályosan bögdöstem vele a levegőt, ahogy fiatalon tanultam. Egy napon 12-30 embernek mutattak be. Annyiszor kellett ugyanazt a játékot ugyanúgy végigjátszani, hogy végre halálosan kimerültem és bosszus is lettem, de egyre többen jöttek, mert híremet szétvitték, és végre csak nem betörte már a nép az ajtót. Gazdám saját érdekébe vigyázott, hogy senki ne nyúlhasson hozzám, csak a kislány. Óvatossággal deszkákat feszítettek fel az asztal körül, melyen belül kézzel nem érhettek el a nézők. Mégis egy vásott iskolás fiú egyenesen fejemre célzott egy mogyoróval. Hajszálnyira repült el a fülem mellett. Feltétlenül szétkocsantja az agyvelőmet, ha eltalál, mert akkora volt, mint egy úritök. Elég tételül láthattam, hogy a kis csirke fogott jól ellátják és kilökik a szobából. Gazdám kihirdette, hogy a legközelebbi országos vásár alkalmából újra mutogatni fog. Közben megfelelőbb járművet szerkesztett számomra. Ideje is volt már, mert az első út és 8 órai munka úgy kimerített, hogy alig álltam a lábomon, és szólni sem tudtam. 3 nap is beletellett, míg egy kicsit magamhoz tértem. Addigra 100 mérföldnyi szomszédságból mindenünnen zarándokoltak már az emberek, halván híremet, hogy megtekintsenek. 30 emberből állt az első szállítmány. Különben gazdám a teljes szoba árát követelte olyankor is, mikor csak egy család nézett meg. Úgyhogy hosszú időn keresztül egész héten dolgoztam, szerdát kivéve. Ez az ő sabátjuk. Gazdám meggyőződvén róla, milyen szép keresetre tehet szert általam, elhatározta, hogy elvisz az ország legtekintélyesebb városába. Elintézvén ügyeit és ellátva magát a hosszú útra, elbúcsúzott feleségétől, és 1703. augusztus 17-én, 2 hónappal partra szállásom után útnak eredtünk a főváros felé, mely az ország közepén, mint egy 3000 mérföld távolságban fekszik. Glumdalich gazdám mögött ült a lovon. Ölébe tartott a kis lakódobozom, melyet előzőleg dereka köré erősített volt. Ezen kívül még csak egy szolgáló jött velünk, aki hátunk mögött lovagolt és a podgyászt hozta. Gazdám úgy gondolta, hogy útközben mutogat majd a városokba, melyek mellett elhaladunk, vagy előkelőbb birtokok házaiban, ahol lehet számítani közönségre. Könnyű útunk volt, Glumdalicht azzal az ürüggyel, hogy fáradt, sokszor megállította a lovat. Sokszor kivett a dobozból levegőzni, megmutogatta a környéket. 5 vagy 6 folyón is keresztül gázoltunk. Mélyebb és szélesebb víz mindegyik, mint a Ganges vagy a Nílus. Ők csak pataknak nevezték.
10 hétig voltunk úton, és 18 nagyobb városba mutogattak, nem is szólva magán birtokokról és néhány faluról. Október 26-án elértük a fővárost, amit ők Lord Grootbrood-nak, vagyis a világegyetem büszkeségének neveznek. Gazdám a főúton vett ki lakást nem messze a királyi palotától. Jegyeket nyomtatott és meghívókat, melyek részletesen foglalkoztak velem. 3 és 400 láb méretű szobát bérelt ki, 60 láb átmérőjű asztalt csináltatott, szélén 3 láb magas kerítéssel. Az volt az én színpadom. Naponta 10-szer mutogattak, mindennek nagy ámulatára és megelégedésére. Most már tűrhetően tudtam beszélni nyelvükön, és minden szót megértettem. Külön az ABC-jüket is megtanultam, és itt-ott írásba segítettem magamon. Mi úton voltunk, Lumdallicht volt a tanítom, és szabad óráinkban most ő oktatott. Kis könyv volt a zsebébe, akkora, mint egy térkép, holmi biblia vagy ilyesmi. Ebből mutogatta a betűket, és magyarázta a szavak értelmét.